Üdvözlök mindenkit, én Kaktusz vagyok, és itt is ennek a Let's Play sorozatunknak a 124. részében, és el is érkeztünk egy történelmi pillanathoz, ami pedig nem más lesz, mint hogy átléptünk 1.13.2-es Minecraft-ra. Ez egy Optifine-os Minecraft, erre vártam, ezért nem frissítettem előbb, hogy megjelenjen az Optifine, és meg is jelent. Szóval most szépen belépünk a világunkba, ami hát erősen érdekes lesz. Azt mondom, hogy backup and load, ami azt jelenti, hogy hát, hogy el is menti a világot, és úgy tölti be. Én azért, mivel ez egy eléggé komoly világ, már sokat foglalkoztunk vele, úgy gondolom, hogy azért ezt így benyomom, hogy mindenképpen megmaradjon a világunk. És egy kis várakozás után itt is vagyunk. Hát, első látásra már meg is láthatjuk, hogy a víz színe az, az más. Szóval egy sokkal ilyen átlátszóbb, egy kicsit kékebb vizet kapunk. Nem tudom, nekem kicsit vegyesek az érzéseim ezzel kapcsolatban. Ó, mi történt itt? Mi? Ah, most ilyen furcsa kerülünk fel az elitráról, ez érdekes. Ez hogy néz ki külső? Nem tudom. Szóval azt akartam mondani, hogy az a baj ezzel a vízzel, hogy átlátszik a kő alatta. Viszont a színe a szebb, ez is sokkal realisztikusabb, meg szebb. Aha, itt is. Hát ezt meg kell majd szokni. Fura. Nem tudom, de majd megszokjuk. Remélhetőleg. És hát jöjjünk ide ki, és nézzük meg, mi a helyzet. Nem tudom. Minden olyan más. Pedig csak a víz változott meg egyelőre. Ott valaminek a dropper hangja volt, fogalmam sincs semminek. Hú, ezt az elitrás fel kell is szokni kell. De ronda lett a kanyon. Ez egy tök szép volt, mert a víz eltakarta az alatta levő területet, de hát most már rendesen átlátszik. Húha. Úgy néz ki, dekorálni kell majd arra fele. Itt erre hogy állunk? Júj, de fura az elitrás, júj, de fura az elitrás repülés. Jobban mindegy, ezt majd úgy is megszokjuk. És egyelőre ennyi a változás, amit látok. Na, akkor itt az ideje, kipróbáljunk új dolgokat. Mint például... hogy hívják azt? Azt a vizes liftet. Például kezdjük azzal. Van itt ilyen, meg ilyen. Ez kell elvileg hozzá. Illetve... kellene víz. Mert ezzel abból egy ilyen aquatic update, ami azt jelenti, hogy ilyen azért nagy rész a vízről szól, meg ilyen vízes update-ek vannak itt, és ez valóban így is van. Csak az a baj, olyan messze van egy új friss óceán, hogy azt ma szerintem ebben a részben meg se fogjuk nézni. Pedig az amúgy a lényege ennek az egész update-nek, de ezt mindegy, ez majd még egy kicsit még ráér. Viszont nem tudok repülni ettől az új mozgástól, nem tudom megszokni. Most amúgy egy örök vizet keresek, mert itt már rég láttam takárhol, de itt van. Nem bírok repülni. Pedig nem is változott meg, csak egy kicsit az animáció. Na mindegy, a lényeg az, hogy akkor ezt le kéne teszteljük valahol. Főleg inkább ott teszteljük le, ahol amúgy is meg kéne csinálni. Jó, akkor az most gyűjtök itemeket, mert itt ezt a vizes liftet meg akarom csinálni. Na, én pont ide akartam ezt megcsinálni. Egy ilyen vizes felliftedő dolgot. És ezt úgy kéne, hogy... hát, hogy kéne? Ezt is ki kell táblázni itt az egészet, mert... víz nem folyhat ki. Azt hiszem a soul sand az, ami feldök. Utána így berakjuk. Elvileg mindegyik blokkra be kéne raknom a vizet. Na, ez működik. Úgy néz ki, nem egyből kezd el ez működni, de... egy idő után elkezd, és... wow, elég rendesen kilök minket. Ez egy jó frissítés, nekem ez tetszik. Viszont kéne még víz, mivel az nem elég. Itt erre, hogyha jól emlékszem, van egy örök vizem. Aha. Innen tudok szerezni egy csomót. Látjátok, itt is tökre átlátszik alatta, hogy ilyen füves. Meg az Optifine beállítások ilyenkor, hogyha jól tudom, ugyanazok maradnak. Igen, igen. Meg hát amúgy gondolom maga az Optifine-mal is egy picit megváltozott. Ezt onnan tudom, hogy itt láttam, hogy Q-scale 2, és nem az, mert normál, meg ilyenek. Pedig régen az volt így a beállításoknál írva, de most már máshogy van. Én ezt érdekesnek találom.
Na nézzük. Ó, ezt így nem könnyű ám berakni. Illetve ide kéne még egy ilyen blokk. Jó. Aha. És akkor ide pedig most leesünk. És innen pedig fel. Lololol, de jó. És ugye ezt itt most kicserélem magma blokkra. Akkor most elkezd minket lefele, nem? És más a hangja is? Várjunk már pillanatot. Ó, igen, ez lehúz minket, pedig nem is nyomtam semmit, vagy csak alapból lementem. Nem tudom, mindegy, ez amúgy se kell. Ott a hopper, mindegy, az nem érdekes. Nekünk ez kell. Mindenképp, és akkor ide mondjuk csak egy ilyen kis leesőt is. Amihez igazából nem kell semmi, csak víz, mert igazából lefele gyorsabban esünk. Nem kell ez a magma blokkos technológia. De kéne még egy levél, ezt majd pótolom ide. Így, és... ide jöhet. Egy elég, nem? Mindjárt megnézem, hogy is sebződök-e, hogy innen leugrok. Nem, akkor egy elég, jó van. Ez mindenképp érdekes amúgy, ez egész. Mivel... ez nagyon megkönnyíti ám a dolgunkat. Elég sok mindenben. Hogy ilyen vizes lifteket lehet csinálni. Szerintem sokkal könnyebb lesz az itemek szállítása is, mert ebbe... hú, hogy száguldanak az itemek fölfel. Nem kell ez a sok dropper elevator most már, hála az égnek. Meg ez tök jó. Én ennek legalábbis tökre örülök, hogy ezt berakták a játékba. És most már van egy tök egyszerű liftünk, ami nagyon gyors és hibátlanul működik. Nagyjából minden Minecraft lift az most már értelmét veszti, kivéve a Netherben ott nem. Mert a Netherben azért fontos. És az, amit még ide meg akartam csinálni, az az, hogy ide visszahozza fentre a minecartokat. Ide. Viszont ehhez már direkt nem egy ilyen dropper elevator-t alkalmaztam. Mert tudtam, hogy ez nem lesz úgy jó. Szóval... hozzunk, vagy ezt megcsinálom. Na, most ott tartok, hogy nekem jég kéne. Viszont rájöttem, hogy így tudnék csinálni packed ice-ot. Igen, ez 9 daraboltok egyet csinálni, ami nem éri meg túlzottan, de... hogyha tényleg így nincs nekem, akkor megéri viszont. Nem tudok repülni. Kicsit más, nagyon fura nekem ez a repülési módszerek mostanában már. Nekem... érdekesek. Na mindegy, itt tartok már a bekötéssel. Viszont most az a szituáció van, hogy itt jön a víz. Viszont itt nem igazán tudok ezzel mit kezdeni, ezzel a szituációval. Szóval ide berakok egy jeget, és így talán működni fog a történet. Nézzük csak meg. Aha, tovább száguld az Ender Pearl. Illetve a torcs is tovább száguldott, szóval ez innentől kezdve már működni fog, rendben. És akkor most jöhet az, hogy be kéne, hogy kössem a chestet. Ezt így tudnám bekötni körülbelül, és ahhoz még fel kéne emelni itt a szintet. Viszont ezt milyen blokkból tegyem? Itt valami szépre kéne. Még akkor itt a villagernek elállnám az útját. Ez a mendinges villager, ez megállt a kereskedésben. Nem tudom. Várjunk csak. Jó, megoldom, ezt inkább, ezt most nem fogom itt videón mutatni, mert ez kicsit unalmasabb. Hát ez borzasztóan néz ki, de igazából mindegy. Ennek az egész villager-ös területnek lesz majd itt egy upgrade-elt verziója, és majd mind szebbre kezd csinálva, újra lesz itt dizájnolva a dolog. És akkor majd reméljük jobb lesz, mint ez a borzatáj, ami ott van. Hát azért csak tudok majd javítani. De a lényeg az jelenleg, hogy funkcionálisan tökéletes, lehet, hogy nem néz ki jól, de hibátlanul üzemel az egész. És ez alapvetően a lényege. Szóval nem is vesztettünk semmit ezzel. Na jó, ezeket most mind visszarakom, ezeket a sok haszontalan dolgot, és most jön a következő dolog, ami kicsit ilyen dizájnolós itt fog ütni. Mivel hát eleve bejövünk ide, és megnézzük, hogy... ó... egy egészen... új atmoszférát kapnunk ide. Sokkal másabb az egész terület. Kicsit amúgy tovább csináltam a köves dizájnt, meg ilyen kis tüskéket is beleadtam ide a földbe. Azt adhatjátok, hogy azért ezt itt rendesen megmunkáltam. Mert nincs kész, de lassan kész lesz. Mondjuk most valószínűleg elég lassan, mivel...
Hát most ezzel fog foglalkozni, 1.13-mal, és nem ezzel a kis dizájnolgatással itt. De igen, lassan, de biztosan ebből egy nagyon-nagyon szép terület lesz, talán legszebb ezen a mappon. Mert ilyen szépen megdizájnolva semmi sincs szerintem ezen a mappon. Viszont ez tényleg, nézzétek ezt, ahogy egybeolvad ez a sok kő. Gyönyörű, amint az én véleményem szerint. Viszont én most nem ezért vagyok itt, hogy ezt annyira dicsérgessem, hanem azért, hogy ezeket itt be. Aha, ugyebár tudjátok, hogy így 1.13-as verzióton most már lehet bevizezni olyan dolgokat, amik eddig megtartották a vizet, és ez egy érdekes update. Szerintem nagyon király. Mint személy szerint így gondolom. Nem tudom, hova lettek a vödörök, mindegy. A lényeg az, hogy nem is erre akartam jönni, hanem erre. Itt most megmutatom nektek, hogy mire gondolok. Aki esetleg nem tudná, vagy... mondjuk valószínűleg sokan tudjátok. Erre. És akkor ugye egyből az is. Ez pedig már egyből. Wow. Látjátok? Így ez a lépcsőnek az a része is vizes. Szerintem nagyon király. Sokkal jobban fognak mostantól kinézni ezek a dizájnok itt, mint... ez. Azt is ott például... ott is folyik rajta. De jó. Ez esküszöm valami nagyon király. Ott is bevizeződött már, ott is. Nagyon király ez a design. Wow. Én szerintem idáig engem csak kellemesen érted az 1.13-as update. Szóval mindenképp egy hasznos update volt. Még annak ellenére is, hogy annyira nem jött be sok minden, amit így használni fogok. Vagy használni tudok. Én tudom, hogy ezt is így a kerítés is be tudnám vizezni, de... ó! Hát most már akkor bevizezzük, hogyha már így kicsit felborítottam vele itt a dizájnt. Nagyon jól néz ki viszont az úgy... nagyon jó ez az update idáig! Nekem nagyon tetszik legalábbis. És a másik, amit most így használ... jaj! Ne! Na szóval a másik, amit így használni fogok... ebben az update-ben és dizájnolással kapcsolatos, azok a különböző színű csapóajtók. Erre már nagyon vártam, hogy ezek megjelenjenek a játékban. Mert a spruce woodból készült csapóajtók... hát nincs több sok spruce woodom. Amit fenyőfa, azt hiszem. Inkább magyarul kéne, hogy beszéljek. Minden esetre ebből... aha, így kell, jó. Új crafting recept. Szóval van ebből csapóajtó, ami nagyon király. Cső, miért nagyon király? Azért, mert nézzetek, szóval ez, ennek a kettőnek a textúrája az úgy... hát jó, azért így közelről messze áll egymástól, de hogyha csak így random elhelyezgetjük, akkor... nagyon jó. Gyerekek, csak nézzétek, látjátok, erről beszélek, hogy... Ez egy jó dolog, ez az új, ez nagyon jó újítás, ez a Spruce Trapdoor. És igen, ide is pontosan erre vágytam. Ez egy jó. Wow, de jó. Igen, ez így nagyon király. Nem is tudtam, hogyha elfordulunk, akkor más lesz a mintázata, mert az eddigi Trapdoornak ilyenje nem volt. És akkor ilyen, nagyon tetszik. Ez például egy nagyon hasznos újítás, az én véleményem szerint. Vannak amúgy más, minden színű fából van ilyen trapdoor. És ha jól tudom, a sötét fenyőfából készült, az úgy néz ki, mint egy csoki. Ez csak egy kis érdekesség. És itt befedjük az utolsót. Wow! Mennyivel jobban néz ki már ez az egész hely. Hát ez esküszöm nagyon király. Ez annyira jó az újítás. Hát igen, körülbelül ez a két újítás, amit így nem. Nem. Miről beszélek? Egy csomó újítást fog még használni, mivel majd talán a következő részbe elmegyünk, és megpróbálunk szerezni egy szigonyt, mert van már olyan fegyver, hogy szigony. És azt megpróbáljuk megszerezni. De az nem lesz egyszerű, szóval... aha, igen, ott majd meg kell, hogy erőltessük magunkat. Ezt figyeljétek! Most ebben a pillanatban kinövesztettem ezt a fenyőfát, és körülötte podzol termett, ami azért érdekes, mert ez egy újítás. Szóval mostantól, hogyha ilyen fenyőfát termesztünk, akkor körülötte podzol fog létrejönni, ami szerintem hasznos. Mivel podzol, hát tudunk szerezni, de az elég messzire kell menni abba a podzolos bájomba, és így egy sokkal egyszerűbb dolgunk van. Ez az újítás, ez szerintem jó. Meg amúgy nem tudom, így kicsit realisztikus is, hogy
mit tudom én, itt van a fenyőfa, megnő, akkor lehullatja a leveleit, és akkor ilyen lesz a föld. Szerintem ez egy kicsit realisztikusabb is. Illetve ez egy jó update, ez nekem tetszik. Illetve most már így 1.13-ba végre meg tudjuk csinálni ezeket a nagyon király blokkokat, amik ugyanolyanok, mint egy sima fa, csak hogy így mindegyik oldaluk ilyen fa mintás. Ez úgynevezett csak simán ennyi. Ennyi a neve, hogy Oak Wood, csak simán. Csak ez a log és ez a wood. Aha, ennyi a különbség. Hát én ezt nem tudtam. De most már tudom legalább. Na mindegy, ezekkel mondjuk ezt letesztelhetnénk mondjuk valahol. Például ez ott lehetne például jól kinéző, ahol ilyen szép fákat építettem. Ezek még nagyon régi fák. Oh, itt például. Ajajaj. Hogy mondjuk ezt a blokkot így kicserélném ilyenre. Kicsit lehet jobb hatást keltene. Én nem tudom pontosan, de megnézzük mindjárt. Lehet amúgy csak rosszabb lesz tőle. Vagy nem tudom, vagy lehet azért nem fog tetszeni, mert megszoktam a régit. Nem tudom, szerintem hagyhatjuk így. Igazából eleve alig látszik, de azért használjuk már ezt az új... mi ez? Hát ilyen feature-t, vagy én nem is tudom, hogyha már belerakták a játékba. Viszont az ilyen helyekre például esetleg jól is nézhet neki. Mondjuk így, ahol látszik, hogy így itt van a fa. Mondjuk azok ott direkt látszódnak, szóval nem tudom pont... Jaj! Nem tudom pontosan, hogy hol néznek jól, viszont itt van a rakás skeleton. Azt meg... Nem... Miért van itt annyi skeleton, és miért nem halnak meg, nem tudom. Na minden esetre, elméletileg... Így átéptem az 1.13-ba. Így most már jobban fog működni az a monster trapünk, ami jó mélyen a föld alatt van. Nos, én ezt... ebben azért bízok, hogy ez tényleg így lesz, de egyelőre nem működik ez a monster trapünk egyáltalán. És a lényege az az, hogy ez így... Ez már nem működik többet, ez a vizes lift. Emiatt meg kell csinálnunk ezt az új aquatic update-es verzióját a vizes liftnek. Ami nem tudom, azért nem lesz annyira kis munka, hogyha egy kicsit belegondolunk. De mindegy, megcsinálom mindenképpen. Valószínűleg az aljától ott jó sok munka lesz. Na mindegy, megcsináljuk. Nincs durability a csákányaimba, szóval ezt meg feljavítom mondjuk. Van itt egy jó nagy probléma. Szóval beraknám ide a csákány, de már egyből azt írja, hogy too expensive. Ami baj, mivel nem tudjuk feljavítani őket. Valószínűleg egy újítás, kicsit megváltoztatták ezt is. Amiért akkor ezt a két csákányt most nem fogom használni, mert nem akarom őket véletlenül eltörni, mert túl jók. Emiatt... Azon gondolkodtam, hogy hát, itt vannak csákányok. Efficiency... Efficiency 4-es szerintem ez hibátlan lesz erre a feladatra. Most ezt el is törhetem akár. Nem baj. Jó, akkor... akkor nincs baj, mert vannak itt plusz csákányaim így random. Ezeket fel tudom használni így például... Jaj! Nem értem el az ágyamat. Ezeket például fel tudom használni arra, hogy... ez kicsit könnyebben elvégezzem ezt a nagy feladatot. Ez a farm, ez sokkal-sokkal jobban működik, mint ahogy ez működött. És ez annak köszönhető, mivel 1.13-ban jött egy kis újítás, egy elég komoly újítás, aminek az a lényege, hogy az, hogy minél közelebb vagy a bedrockhoz, annál nagyobb az esélye annak, hogy szörnyek spawnoljanak. És mivel ez a farm, ez 12-es magasságban van, ez elég közel van ám a bedrockhoz, az a legalsóbb sub-chunkban van. Emiatt ez... ez nagyon jó. Ide rengeteg mob spawnol, meg szörnyeg minden. És ennek köszönhetően lesz végre rengeteg mob lootunk, és nagyon remélem, hogy ez az életem első működő monster trapja, ami tényleg rendesen termel. Mert nekem, ezt tudni élik rólam, hogy nekem a monster trapek soha nem működtek. Soha nem sikerült egyszerűen egy működőképes monster trapet megcsinálnom. Itt kihasználom a sweeping edge erejét, és ennek segítségével próbálom itt megölni egy kicsit jobban a szörnyeket. És mint ahogy itt prezentálják is ezek a zombik, hogy már nem működik ez a régi mechanizmus, ami szerint így majd felúsznak a szörnyek ebben, hanem ezt kiszedték a játékból. És ez, ez most egy kis problémát is maga után van, viszont nem is. Mivel
egy sokkal jobb, sokkal működőképesebb farmot fogunk kapni, ami sokkal gyorsabban fog működni. És ez számunkra nagyon jó lesz. Azt, hogy még ezt hogyan fogom megcsinálni, azt már nagyjából tudom, de még nem teljesen. Szóval összesen először is levirítem az egészet, amit itt látunk. Aha, egészen idáig, akkor ezt jelenleg így elzárom teljes mértékben. Az baj, az örök víz, na mindegy. Szóval az egészet majd elzárom. Ezt a sok minden szemetet kidobálom. És utána... pedig így ide jövök. Ó, nincs nálam kő. Pedig az kehetett volna akár. Na mindegy, akkor használok ilyen spruce logot. Mert most mélyne. Kicsit így lassabb lesz a dolog. És aztán pedig így a táblákat is ki kell ám szedni. Nem csak úgy itt hagyni őket, mert az úgy nem... nem mehet tovább. És ez azért fontos, mert majd újra kell itt az egészet csinálni teljes mértékben. És így szerintem egyszerűbb, hogyha szépen lassan az egészet újra kezdjük. Én most jelenleg itt tartok, viszont most ez a kérdés, hogy hogyan tovább? Mert annyira nem tudom pontosan, hogy most ebből a csőből hogy kéne kivezetnem a benne levő szörnyeket, amik majd esetleg benne lesznek. Azon gondolkodtam, hogy ide csinálhatnánk egy ilyen tábla akadályt, vagy én nem is tudom micsodát. És ez azért lehetne esetleg jó számunkra, hopszak ezt szinte lejjebb kellene, hogy csináljam, mert lehet, hogy belelöki a dolgokat. Mint a szörnyeket nyilván. Ó. És a vizet le kéne, hogy takarítsuk róla. Annyira nem egyszerű így. Így. Ó, és így folyton örök víz lesz. Áh! Akkor ez így nem lesz jó, ezt akkor blokkal kell kitömni. Igen, én nem vagyok hozzászokva ez az aquatic update-hez. Mert kicsit még nekem új. Ne! Hogy mindenből örök víz lesz. Jó, és akkor ezt is. Így. És akkor itt tudjuk megcsinálni. Jaj, ne, onnan kitörtem egy táblát. Hopsz. Jó, így. Igen, pont így gondoltam, és akkor így esetleg ez lehetne a koncepció. Hoppa, igen, és akkor itt is meg a másik probléma. Oda ne. Itt a másik probléma. Hogy akkor... most itt ezekkel mi lesz az oldalsokkal? Vannak itt problémák, amiket nem tudok még, hogy hogyan oldjak meg, de majd remélem sikerül. Szóval ezt most megpróbálom leteszteni saját magammal, hogy akkor így ez így... hát én nem tudom. Az a helyzet, hogy nem tudom. Attól félek, hogy ez így nem fog ám működni. Hogy lehetne ezt működésre bírni vajon? Ez egy jó kérdés minden esetre. De... lehet, hogy egy tesztalanyt bele kéne, hogy hozzunk ebbe a szerkezetbe, és akkor mondjuk úgy jó lenne. Itt mindjárt kijövök innen, csak eszek, hogy regenerálódjak. Nincs itt valami... hallottam én itt hörgést. Vagy lehet ez kreatív... ezt inkább letesztelem kreatív módon, most nem fogok itt survivalbe tesztelgetni szerintem. Jelenleg úgy néz ki, hogy ez a koncepció, amit itt láttok előttem, ez működhet. Az a lényege, hogy először is négy sávos lesz az elején ez a dolog, hogy itt mindent kivezessen innen. Majd kettő darab ilyen kis terelővel picit így befordítjuk erre a mosást, és akkor így erre két sávosra vált. És hát nézzétek meg, itt leteszteltem, oda jeget raktam nyilván, hogy becsúszson. Így feljön, és... és amúgy igen, ez így működik, szóval itt lehet egy loknyi rés. Habár mondjuk innen nem teszteltem még le, de ezt most akkor... ezt is leteszteljük mondjuk. Hogyha már így itt vagyunk, akkor legyen mindenhonnan tökéletes. Így. Ez nem tudom, honnan jött ez a tábla. Itt innen kell némi jég. Packed ice-ot fogok használni, ezt majd tudunk craftolni. És nézzük, hogy... mi lesz ezzel? Aha, szépen picit csúszik. Majd feljön és megmarad így a vizen. Ó, nem, ott visszaesik. Ez érdekes. És annyira nem egy jó hír. Ja, hát azért esik vissza, mert ott nincsenek táblák. Jó van. Ne, de vannak táblák. Ú, ne már. Akkor ez azt jelenti, hogy ez itt ténylegesen nem is működik úgy, ahogy azt akarom. Viszont...
Ez baj. Ezt nem tudom, hogy tudnám így megjavítani. Most próbáljuk meg még egyszer. Mert az a baj, hogyha ott megint nem lesz alatt a víz, akkor ő megint meggondolja magát, és inkább leesik oda. Akkor valami újat kell kitalálnom. Na itt az új koncepció. Meg jó, itt hátul leteszteltem, mert máskülönben ez így nem működött volna. Megy be a zombi, feljön. És így azon pont így átsiklik. Ez így remélhetőleg működni fog, és most megpróbáljuk ezzel is. Az oldalsóval, hogy így hogy reagál, ugyanúgy. Akkor próbáljuk meg ezzel a szélsővel is, illetve majd azzal is. Hogy tényleg mindenképpen jó legyen, mert nem akarom rosszul megépíteni, nem egy túl... Szóval nem férek ahhoz a területhez olyan túl könnyen hozzá, amiatt most az egyszer kéne tökéletesre megépíteni. Hát ez úgy néz ki, hogy ez így minden irányból hibátlanul működik. Megpróbálom úgy, hogy esetleg több van. Nézzétek meg. Így és még az is. Hát más kezdett lesüllyedni, de így pont úgy süllyed le, hogy így azért még errefele. Most próbáljuk ki más mobokkal, mint például a creeperrel, mivel az egy picit máshogy viselkedik, mivel picit alacsonyabb. Így. Jó, szépen feldobálja a creepereket. És úgy néz ki, hogy a creeperek is hibátlanul működnek. Na, az amivel lehet baj, az a kis zombi, mivel azok máshogy viselkednek azért. Most ebben nem tudom, hogy kell kicsit lerakni. Na mindegy, az a lényeg, hogy azt is le kéne teszteljem, de azt nem tudom, hogy. Ó, ott egy kis zombi például. Jó, van az ide, még lerakok párat, hát ha vagy nem tudom. Ó, és a kis zombi is működik, te. Akkor ez egy jó rendszer. Viszont ahogy nézem oda, már ketten be is ragadtak, ez... ez megesett. Viszont szerintem, hogyha többet jegeznénk be, akkor ez nem történne meg. Nézzük csak meg. Á, de ugyanúgy megtörténhet. Mivel ugyanúgy nem gyorsult fel egy kicsit sem. De miért nem gyorsabbak ezek jegen? Vagy lehet, hogy csak a Pack Dyson nem gyorsabbak? A sima Ison, igen, mondjuk ez nem tudom, hogy ennek miért lenne értelme, de ha már itt vagyunk, próbáljuk ki. Mert ez most erről szól a tesztelésről. Így, és akkor így ide derakunk. Hát itt se akar túlságosan gyorsabb lenni. De mindegy, néha akkor úgy néz ki, be fognak ragadni, viszont ez meg azok meg majd spamnolódnak, szóval talán nem fog ez akkora problémát jelenteni. Az a lényeg, hogy ez a koncepció működhet. Na, én most ott tartok, hogy elég rendesen megcsináltam itt a területet. Itt, hát itt bevíz minket ide a téma, ami utána meg fel, és akkor ez itt így végigvisz minket, egészen így idáig. Még mindig tovább, és tovább, amint elérkezünk ide, itt meg a jegek nincsenek berakva, de utána be lesz. És ide feljövünk, ide, ami így erre elvisz minket. Ami nem minket, hanem majd a szörnyeket, megértitek? És utána le oda. Szóval ez így nagyjából a koncepció, és ez remélhetőleg működni is fog. Nem tudom, miért nem működne. Nem mondjuk lehetséges, hogy nem fog, de majd meglátjuk. Csak fog működni, nem tudom. Igazából az, ami így esetleg nem működhet, az az, hogy esetleg, amikor kijönnek ebből a liftből, akkor az a továbbvívő cucc nekik az lehet nem fog működni, de majd meglátjuk. Innen kijövünk. Ó, előbb kim voltam teljesen, ez érdekes volt. Szóval akkor itt ezt azért ki is töröm, hogy tudjam. Az, amire most szükségem lesz, az a Packed Ice, mivel az még hiányzik így a szerkezetek elől. Az elég fontos lenne, hogy ezt berakjuk. Viszont nagyon sok jeget már elfogyasztok erre a szerkezetre, ami egy kicsit szomorú. De végül is meg fogja érni. Így teljes mértékben. Mármint remélem. Remélem ez működni fog egyáltalán. Mert hát az szörnyek, hogyha jól láttam, az több spamnol, az biztos. De ez még mindig nem elég információ. Viszont ide is spamnolnak ám. Na, ez viszont egy probléma.
Oda ezt a kis világítjuk. Nagyon fontos, hogy ide ne spamnoljanak, mivel a monstert ebbe spamnoljanak, ne. Fogyasszák itt nekem a mobcapet. Itt is mindent kivilágítok, csak hogy így 100%-os kivilágítottság legyen. Akkor ezt megcsinálom, megleszerem a fáklyákat, és utána hát reménykedünk. Na hát, bekötöttem. A jeget is beraktam, meg minden. És akkor most ez a kíváncsi arra, hogy egyáltalán működik-e a falon jobban, mert hát amikor legutóbb voltunk, ott tele volt mindenféle szörnyekkel, de azt, hogy most ténylegesen lesz-e itt több szörny, az egy jó kérdés. Itt van maga a... itt már hallok itt zombi hörgést, de ez nem jelent feltétlenül semmit. Aha. Egyből felrepült ez a creeper, vagy én nem is tudom, mi volt már az. Ott néhány zombi megakad, viszont erre számítottam. Vagy esetleg kitalálják egy jobb dizájnt, vagy én nem is tudom. És akkor aztán mehetne tovább jobban. Viszont... jaj! Oh! Azért ez nem a legjobb, hogyha így annyira nagyba sebződgetek. És akkor... ennek hamarosan működnie kéne. Ha minden igaz. Ha lelátnék oda, ezt egy kicsit jobban meg tudnám mondani. Most kitettem az üveget anélkül, hogy lenne benne. Ó, igen. Hoppá, az majdnem felrobbant. Uh-oh. Ez a creeper az valószínűleg azért halt itt meg nekem, mert rám akart jönni. Nem azért, mert ténylegesen a rendszer lenne rossz. Itt vigyázni kell, mert elég gyorsan felszáguldoznak ide a mindenféle ellenséges szörnyek. Meglátjuk, remélem, hogy ez így most már működik végre. Szerintem, mint hogyha láttam volna egy zombit, és igen. És most hallom, hogy működik a dropper, ami elméletileg felküldte az itemet, vagy hát nem hiszem, hogy legtetejére küldte volna. Hogyha eddig tényleg nem volt benne semmi item, akkor most legalább került bele. Oda megyek. És akkor itt megvan állítva, hát ide... ide még mindig nem került, viszont most már hallottam ezeket működni. Ez azt jelenti, hogy az egyikbe elméletileg most már kellene... aha, van Rotten Flash. Itt pedig már Gunpowder is van. Ami nem tudom, hogy került annyira oda. Még van a tüveg is, meg minden van. Ezeket innen most kiürítem, de akkor ez így most elméletileg működőképes ez a fan. Hát én most ennek nagyon örülök. Mivel... valljuk be, hogy, ez hasznos, hogy ez működjön számunkra, szóval... ez ebből azért lehet valami. És tényleg elég hasznos. Szóval szerintem ez a videó ennyi lenne, ez egy elég különleges videó volt, főleg, hogy már update-eltünk meg minden. Szóval, ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, illetve ha szeretnétek hasonló videókat látni, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Én Kaktusz voltam, hamarosan találkozunk a következő videóban, de addig is sziasztok!